Ez az a kormányrendelet, amely a veszélyhelyzet ideje alatt a tűzifa igények biztosításához szükséges eltérő szabályok alkalmazásáról szól. Ez a jogszabály tesz engedményeket a fakitermelésben. Több cikk vélemény megjelent a változtatás miatt, amelyek szerint veszélybe kerültek a hazai erdők. Kivágják a fánkat, erre ad lehetőséget a jogszabályváltozás. Megkérdeztük erről a Mecsek Erdő ZRT vezetőjét. Az állami cég Baranya megye erdeinek felén gazdálkodik. 55 ezer hektáron gazdálkodunk. Nagyjából 6,5 köbméter az átlagos éves növedék hektáronként. Ebből gyorsan ki lehet számolni, hogy durván olyan 350 ezer köbméter fa keletkezik egy évben a gazdálkodási területünkön. Ebből nagyjából olyan 280 ezer köbmétert hasznosítunk. Tehát minden évben durván 70 ezer köbméter élőfakészlet többlet marad benne az erdeinkben. Ripszám István azt mondja, megemelkedett a tűzifa igény a megrendelések alapján, de ezeket teljesíteni tudják, mint ahogy a számokból is látszik. A tavalyi évben 18 ezer köbméter lakossági tűzifát értékesítettünk. Azt gondolom, hogy az idén ez egy kicsit magasabb lesz ez a szám. Úgy prognosztizáljuk, hogy 25 ezer köbméter környékén lesz. Tehát, hogyha most összevetjük a két számot, akkor a lakossági tűzifa igény nem éri el az általunk kitermelt fatömeg 10%-át. A vezérigazgató azt mondja, aki évek óta fával fűt, már beszerezte a téli tüzelőjét. Most olyanok is vesznek tűzifát, akik gázzal, villannyal fűtenek, hogy biztonságban érezzék magukat. A szakember azt is elmondta, a fakitermelési szabályok enyhítése nem azt jelenti, hogy mostantól minden erdő veszélyben van. Én szeretném feloszlatni azt a kételyt, vagy azt a dilemmát, hogy itt most az erdész nekiáll, aztán vág mindent, ami eszébe jut, főleg a védett területekről. Nem erről van szó. Arról van szó, hogy az erdőterv adta keretek között próbálunk úgy gondolkodni, hogy ha nagy baj lesz az országban, hogyan tudunk többlet fához hozzájutni. Még egyszer mondom, nem ahhoz képest, ami keletkezik, nem ahhoz képest, ami az erdőtervben meghatározott lehetőség, hanem amit normál menetben termelni szoktunk. A szakember azt mondja, a magyar erdőtörvény Európában az egyik legszigorúbb. Szoros kereteket ad a gazdálkodók számára. Különböző szakemberek, hatóságok, civil szervezetek, nemzeti parkok, önkormányzatok közösen határoznak meg egy erdőtervet körzetenként a tulajdonossal 10 évre. Ez alapján folytathatja az erdőgazdálkodást a tulajdonos függetlenül attól, hogy állami vagy magánterületről van szó. Ettől eltérni nem lehet, csak külön engedéllyel, amit új a véleményez az összes hatóság, nemzeti park. Ez biztosítja az erdők védelmét, növekedését. Jelenleg minden évben több fa keletkezik, mint amit kitermelnek. Ez az a tartalék, amiből szükség esetén lehet még kitermelni a jogszabály szerint. De a társaságok elsődleges célja az erdőterületek növelése, nem a csökkentése, mondja vezérigazgató.